Sziasztok, legyetek üdvözölve! Március 21-e szombat van, és akik esetleg nyomon követik a videócsatornámat, tudhatják, hogy Németországból, illetve hát Bajorországból jelentkezek, annak is a keleti részéről, az osztrák határ mellől. És hát, hogyha az itt lakók kinéznek az ablakon, akkor láthatják, hogy jelen pillanatban esik az eső, és eléggé lehűlt a hőmérséklet, úgyhogy két jó hírrel, illetve hát egy rossz hírrel és egy jó hírrel, de lehet azt mondani, hogy két rossz hírrel tudok szolgálni itt a koronavírussal kapcsolatosan ugye hát az időjárás tekintetében ugye ez egy rossz hír, mert ez kedvez a vírusnak a terjedésének illetve hát a másik rossz hír, amit egy kicsit jó hírnek is mondhatunk hogy talán elősegíti a, a Bajor Parlamentnek tegnap hozott uh, új rendelkezéseinek a betartatását. És erre szeretnék itt a videómnak a hátralévő részébe kitérni, egy kicsit ismertetni, hogy eddig milyen szabályok voltak érvényben, illetve hát a tegnapi nap folyamán uh, Markus Söder uh, vezette parlament, ugye ő a miniszterelnök, a Bajor Parlamentnek a miniszterelnöke, milyen új rendelkezések léptek egész pontosan éjféltől érvénybe, tehát mai nap már érvénybe vannak. Úgyhogy maradjatok velem, megpróbálom mondom ezeket az eddigi érvénybe léptett szabályos, szabályozásokat összehasonlítani az újakkal, illetve hát ezt ismertetni veletek. Tehát egy kicsit visszatérve a tegnapi ülésre, Márkusz Sződer ugye két fő indokot nevezett meg a újra szigorított, vagy jobban szigorított szabályozásnak az indokaként. Az egyik sajnos ugye a megnövekedett igazolt eseteknek a száma, Ugye, hát ez pénteki napra 3107-re növekedett, de egy nap leforgás alatt ez 825 új megbetegedést jelentett. Ugyanez az arányszám elmondható sajnos a halálesetekkel kapcsolatosan is, hiszen péntekig, illetve a csütörtökig 10 ismert haláleset volt a koronavírusra visszavezethető, mindez péntekig 5 növekedett, tehát jelen pillanatban ugye 15 haláleset regisztrálható, ha lehet azt mondani, hogy a Koronavírussal kapcsolatosan. Ez volt ugye az intézkedések, illetve hát az újabb intézkedéseknek a foganatosításának az egyik oka, a másod pedig a társadalomnak a negatív hozzáállása az eddig behozott intézkedésekhez, és ezzel sajnos személyes tapasztalataimból is tudok példát említeni, majd erre egy kicsit kitérek később. Hozzá kell tennem, hogy a szomszédos tartományoknak a vezetőségeivel ugyanúgy egyeztettek, átbeszélték a továbbiakat, illetve hát Bajorország egy olyan még előnytelenebb helyzetben van, hogy egy határ határtartománynak is számít, tehát ugye Ausztriával és főleg Tirollal és szomszédosak vagyunk, illetve hát sajnos azt lehet mondani, hogy Svájcban is eléggé meg, megemelkedett már a, a megbetegedések száma, ugye az ország lakosságának a száma az viszonyítva, és azzal is szomszédos Bajorország, úgyhogy itt különleges határbelépési határ intézkedéseket is foganatosítottak. Ezzel kapcsolatosan egyébként csak így kitérőként akarom mondani, hogy szerettem volna egy videót prezentálni nektek. Terveztem, hogy lemegyek az itteni határállomáson megnézni a, a helyzetet, illetve megkérdezni, hogy egész pontosan mire terjed ki az ellenőrzés, illetve kiknek a be, illetve a kiutazása nem lehetséges. Úgy tudom, hogy elhagyni az országot itt is természetesen mindenkinek van lehetősége. Az eddigi szabályozás egyébként arra tért ki, hogy hát mivel hogy határmenti város vagyunk, és elég nagy munka, lehet azt mondani, hogy kapacitással, E, emiatt nagyon sok ingázó van e, nálunk is, akik ugye Ausztriából járnak át Németországba. Eddig úgy tudom, hogy nekik lehetséges volt, esetleg egy munkáltatói igazolást kellett csak maguknál tartani, hogy emiatt e, hajlandóak e, vagy kénytelenek Németországba e, átutazni. De egyébként ugyanez érvényes volt szerintem eddig a az utcán közlekedőkre is, és főleg most már az elkövetkező jövőben mindenkinek érdemes is lesz megcsináltatni, illetve betartatni, vagy betartani. Úgyhogy térjünk egy kicsit akkor vissza, mint mondottam, a határ ellenőrzése nem tudok kitérni, remélhetőleg, hogy holnap egy kicsit jobb lesz az idő, és akkor meg tudom ezt a kis rövid sétát tenni, és majd prezentálom nektek, hogy mi a helyzet lent a határon, illetve hát azt is terveztem, hogy a nyugalmi állapotot idézőjelbe lehet annak nevezni, itt a városközpontot illetően szintén egy videófelvétel prezentálom, videófelvételbe prezentálom. Ezt elkezdtem megvágni a videót is, mert ennek a kis kamerának az akkumulátora már kezdett lemerülgetni. Hát sajnos csak egy töltőpont van, ami megegyezik a mikrofonkábelnek a lehet azt mondani a csatlakozó pontjával, hogy így felvétel közben tölteni nem tudom. Viszont ennek volt azért egy pozitív következménye is, hogy kicsit átolvastam megint így a videót visszanézve, azt az újságcikket, amit belinkeltem nektek, és láttam, hogy egy adatot évesen közöltem, és ez pedig sajnos pont az elhalálozásnak a száma. Mivel hogy én azt hiszem 15-öt említettem nektek itt a videó elején, és hát most vettem észre, hogy ez 20 úgyhogy ezt korrigálnám. És akkor térjünk egy kicsit vissza akkor a változtatásokra, és maradjunk mindjárt az én szakterületemnél, az pedig nem más, mint a turizmus vendéglátás. Erre vonatkozóan voltak különböző rendelkezések már érvényben, egy pár szóban megemlíteném is, hogy mik a változások ehhez viszonyítva. Ugye egyszer a nyitvatartási idő, ezt tudni kell, hogy a mai naptól nem lehet kinyitni semmilyen vendéglátóipari létesítményt, tehát ez legyen az étterem, bár teljesen mindegy. A gyorsíttermeknek is csak a tugó része, illetve hát a drive része működhet, ugye a tugó elvileg az, az ételkiszállítást foglalja magába, ez azt hiszem Magyarországon is ugyanúgy megengedett még mindig, és hát hogy a drive -ről meg nem kell sok mindet mondani, ezt tudjátok McDonald'snál, vagy akár a Burger Kingnél, hogyan működik, Visszatérve egy kicsit a szabályozásra, hogy a korábbihoz viszonyítva, vagy mi történt. Ugye eddig ugyanúgy a Magyarországihoz hasonlóan délután háromig lehettek nyitva a vendéglátóhelységek. Itt egy kicsit szabályozták természetesen a, lehet azt mondani, hogy a főnek a maximális befogadóképességnek a számát, illetve hát a helyfoglalásoknál az egymás közötti távolságnak a minimális meglétét. Mint mondottam, ez már felejtős, mai naptól nem lehet vendéglátói egységet kinyitni. Térjünk egy kicsit a szolgáltatóiparra rá. Ugye itt a wellness szolgáltatásokkal összefüggő bármilyen tevékenység, ez már tiltott volt, tehát itt lehet akár kozmetikáról beszélve beszélni, manikőpedigőről, illetve hát ugye a wellness szolgáltatásokon belül a szaunák különböző élményfürdőknek a használata. Most kiegészítették ezt a fodrászattal is, ember én megmondom őszintén, nem is tudtam, hogy a fodrászhoz lehetett menni, de mai naptól oda se lehet, úgyhogy ezt is figyelembe kell venni. A másik, hogy a szállodaiparra egy kicsit visszatérve, ugye a wellness szállodáknak valószínűleg ez már egy hatalmas nagy kiesést jelent, főleg a szolgáltatás tekintve, tehát valószínűleg előbb-utóbb kényszerülnek majd bezárni, az hogy szerintem úgy hallottam, hogy Magyarországon is e, körülbelül hát most már ez a, e, lehet azt mondani, hogy folyamat kezdődött el. Egyébként itt még a szállodai szoba... Felvételeknél nem vezettek be teljes korlátozást. Ez azt jelenti, hogy én úgy tudom, hogy csak a turista célból megszállni akaróknak nem lehetséges szállodát, illetve szobát kiadni. Ha valaki üzleti célból érkezik, nekik még lehetséges, hogy ez meddig lesz érvényes érvényben, azt nem tudom, de jelen pillanatban még ez a szabályozás él a szállodákra vonatkozóan akkor egy kicsit a kereskedelmi egységekhez is uh, menjünk tovább. Uh, eddig az úgynevezett baumarktok, illetve hát ezek a uh, kertészetek, tehát a baumarkt ugye ez az építőipari anyagokkal foglalkozó kereskedések uh, hasonlít uh, mondjuk a magyarországi praktikerhez, nálunk az nincsen, de van OBI például, illetve hát itt Bajorországban van a bajva, illetve hát nagyon sok uh, természetesen privát hasonló tevékenységet folytató kereskedelmi egység létezik. Ezek se nyithatnak már ki, ugye a kertészeteket említettem, hát ez így a tavasz kezdetével ez természetesen pont nagyon jó jön mindenkinek. Illetve hát ezen kívül azt lehet mondani, hogy tényleg csak a napi élethez szükséges különböző kereskedelmi egységek, tehát itt élelmiszerkereskedelemre kereskedelemre gondolok, pékárukra, stb. tehát pékségek illetve át a drogériákra, amik elvileg nyitva tarthatnak, sőt, behoztak egy olyan szabályozást, illetve nem egy szabályozást, hanem egy engedményt a kiszolgálás gyorsaságának megsegítésére, hogy a vasárnapi nyitvatartást is engedélyezték. Maradjunk egy kicsit még a szolgáltatóiparnál. Ugye itt említettem a kereskedelmi egységeket, amiket elfelejtettem mondani, hogy természetesen az üzemanyagkutak, tehát ezek nyitva vannak, a bankok is nyitva vannak, tehát erre fel is hívta azt a miniszter a, a figyelmet, hogy ne emiatt rohamozzák meg esetleg a bankautomatákat hogy mindenki pénzt szeretne felvenni, mert a bankok ugyanúgy kinyitanak. Ami még esetleg eh, szintén említése méltó, azok a különböző ügyfélirodák, ugye itt lehet akár a, a Krankenkasse betegbiztosítása, többi ilyesmi, vagy akár a mobil szolgáltatóknak az ügyfélirodái, ők zárva vannak. Érdekes egyébként, hogy a munkahogyi központok is bezártak, pont akkor, amikor, ha lehet azt mondani, hogy elkezdődtek itt is az elbocsájtások, illetve hát a kényszerszabadságra szabadságra küldések hogy ezt hogyan fogják áthidalni, nem tudom. Ez, ez egy érdekes pontja egyébként ennek az egész intézkedés halmaznak, hogy miért pont a munkaügyi központok, illetve a, a munkaközvetítők, mert vannak ugye nagyon sok cég foglalkozik munkaközvetítővel, szintén nem nyitnak ki. Térjünk rá egy kicsit akkor az egyénekre, tehát úgymond a, a tényleges állampolgárokra érvényes szabályozásokra. Ez ugye egyszer, Hát hál' Istennek, itt még kijárási tilalmat nem vezettek be. Ugye ezt a miniszterelnök úr meg is jegyezte, hogy nem szeretnék Magyarországot, azt lehet mondani, hogy bezárni és elzárni mindentől. Ez ugyanúgy érvényes az állampolgárokra is. Természetesen az a kérés, hogy mindenki egyrészt a saját biztonsága, és természetesen nagyobb felelősséggel más biztonsága érdekében kell, hogy mérlegelje, hogy elhagyja az otthonát vagy sem. Mit jelent ez? Tehát akár egy, ugye most, hát ma éppen esik, de hogyha kijön a jó idő, akár egy sétára, vagy akár, akár, a családdal, vagy akár egyénileg természetesen kimehetsz, ami fontos, hogy itt is azért, ha lehet azt mondani, hogy a találkozást, illetve a különböző, hát a lehet azt mondani, ütközési pontokat kerülni kell. Természetesen csoportos gyülekezés az, az tiltott, illetve hát a munkába járás szintén engedélyezett, bevásárolni is szintén elmehetsz. Tehát az a lényeg, hogy mindig legyen azért viszonylag egy nyomósok, hogyha bármilyen ellenőrzést kap az ember úton, útfélen, akkor azt tudja igazolni, hogy ő miért tartózkodik éppen közterületen. Egyébként hozzá kell tennem, hogy a minisztérium elég nagy erőfeszítéseket tett, ha jól tudom, rendőr erőknek az átcsoportosítására, kiemelten ugye az ellenőrzést erősítve, és elég magas büntetési tételeket határozott meg a szabályszegőkkel szembe, ami azt jelenti, hogy 25 ezer eurós büntetés, illetve két napi elzárás jár azért, hogyha valaki nem tartja be az új rendelkezéseket. Amire még ki kell térnem, ugye ez a kórházak, illetve az idősek otthonának a látogatási rendje. Jelen pillanatban ugye mind a két intézményben tilos egyszer a beteglátogatás, illetve a hozzátartozó látogatás. Egyetlen egy esetet kívül az természetesen ha haláleset, akkor a közvetlen hozzátartozók természetesen bemehetnek az intézményekbe, illetve, hogyha egy kicsit visszatérve a kórházakra, úgy tudom, hogy egy gyerekosztályon is ö, bizonyos esetekben megengedik a közvetlen szülőknek a látogatást. Egyébként az iskolabezárás bezárás ugyanúgy, mint Magyarországon, de talán még korábban megtörtént ö, bölcsödék és az óvodákat is természetesen ide sorolván ö, itt Bajorországban is, tehát most már ide soha én szerintem több mint két hete záról vannak az iskolák, óvodák és bölcsődék. És akkor jöjjenek konkrétan azok a példák, amikre itt a videó elején kitértem. Ugye ma elmentem pont bevásárolni, egyébként megmondom hogy szintén körülbelül két vagy három hetet, tehát lehet úgy is mondani, hogy talán pont a az egész Hát szabályozásnak az érvénybe lépése előtt voltam még bevásárolni, tehát ezért arról az időszakról nem akarok mesélni. Hozzáteszem egyébként, hogy nálunk ilyen bevásárlási romokat én nem tapasztaltam, legalábbis akkor még. Aztán a szomszédom már másról számolt be egy pár nappal később, de pont ezért, meg másokból is mondom, ma akkor én is még egyszer igénybe veszem, ha lehet azt mondani, ezt a lehetőséget és hát ma bizony voltam egy bevásárló központba, illetve hát nem is központ, ez hasonlít az otthoni kisebb spárüzletekhez, üzletekhez, én egy edk voltam itt, és kíváncsi voltam egyrészt arra, hogy ténylegesen van -e esetleg valamilyen termékből hiány, az be is linkeltem ide nektek ezt a két fotót, hogy itt az egyik az pont a lisztes polc, a másik meg hát ugye ez a nagyon-nagyon most már lassan utalat tárgyává váló WC papír. Úgyhogy ebből látszik, hogy nálunk is igen csak kifogytak. Ami nekem érdekesebb volt, inkább nem ez, hanem a sorbálások a kasszánál, és ezről is láttok itt fotókat. Kíváncsi voltam, hogy milyen intézkedéseket foganatosítottak ugye, az üzletekbe, és hát ami érdekes, hogy nem is az intézkedéssel van a gond, mert ha nézitek a felfestett, úgymond demarkációs vonalat, ezek jól meg lettek csinálva, csak éppen a betartatása az valahogyan egy kicsit úgy látom, hogy eléggé, eléggé hát ha lehet azt mondani, hogy nehézkes. Sajnálom egyébként, és itt természetesen az eladóknak ugyanolyan felelőssége van felhívni erre figyelmet a, a vevőknek, de, de természetesen, mint vevő, én úgy gondolom, hogy ez lenne az alap, alapvető dolog, hogy ezt betartsuk. Az egy másik dolog, hogy nagyon sok idősebb korosztályú hölgyel, illetve úrral találkoztam, és talán egyetlen egyen találtam, vagy találtam, láttam szájmaszkot, nem tudom, hogy ez mennyire helyes, és hozzá kell tennem, hogy természetesen a sorok között azért az emberek ugyanúgy egymás mellett járkálnak, és azért el lehet képzelni, mivel itt nincsen létszámkorlátozás Magyarországon, úgy tudom, hogy bevezették már. Tehát egy-két bevásárló hálózatnál, tehát egy-két üzletláncnál már úgy tudom, hogy kint kell várakozni az üzlet előtt, és csak egy bizonyos számú vevőt engednek be. Most Németországban ez még nem lépett érvénybe, ez látszik is talán a fotón ott a kasszánál, amit lefotóztam. Sajnos, mint mondottam, a vevők se tartják be ezt a abstandot, ha lehet így mondani, a kötelező távolságot, amit érdekes mondani, azért bankban mindenki megpróbál betartani, holott az is régóta már festésre került. Úgy látszik, hogy itt az üzletekben ez még nem egy megszokott dolog. Tehát ilyenekre gondolok elsősorban. Egyébként hozzáteszem, hogy itt nem messze tőlem van egy pékség is, egy kisebb, lehet azt mondani, ilyen utcai kerthelység, kerthelységgel, és pont hát tegnap még nagyon jó idő volt, és hát hadd nem mondjam, hogy hány ember ült egymáshoz nagyon közel, és mindenki nagyon jól érezte magát. Tehát ez az, amire a miniszterelnök úr is, ha lehet azt mondani, hogy egy kicsit berágott, és ezt ugye meg is említette a beszédében, hogy sajnos úgy veszi észre, hogy a társadalom nem képes felfogni ennek az egész vírushelyzetnek a veszélyét, illetve a velejáróját, és ezért kénytelenek állandó szigorításokat bevezetni. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy a mai videót ezzel lezárom. Egy-két képet azért még belinkeltem nektek, amit, ami esetleg fontos lehet. Ugye én nem akarok kitérni itt a higiénikus dolgoknak a, az újbóli elmondására, hiszen annyi videó felelhető, hogy, hogy, mit, mit ajánlott, illetve mit szükséges tenni. Itt a kézmosásról, meg a különböző védőeszközöknek a viselétére gondolok. Ez én úgy gondolom, hogy mindenki saját belátása és tudása szerint, mert sajnos itt is úgy veszem észre, hogy a nem tudás uralkodik, tehát nem tudom egyébként, hogy miből ered ez, mert, mert mindenki, legalábbis akikkel én találkozom, mindenki szinte az internetet bújja, az újságokat bújja itt a fiataltól az idősebbig, és mégse jut el a tudaték, hogy ezeket a az előírásokat, illetve ezeket az ajánlásokat be is kellene tartani. Ezt nagyon sajnálom. Remélem, hogy ezzel a videóval azért egy kicsit tudtam segíteni. Mint mondottam, ez a jelenlegi helyzetet illusztrálja, tehát amik most jelen pillanatban itt a Bajorországba érvénybe léptek, és mint mondottam, ahogy az időm, illetve hát az időjárás is engedi, azért körbefutok majd egy-két videót bevágást csinálni, ugye elsősorban a határon e, kialakult helyzettel kapcsolatosan, illetve azért szeretnék elmenni majd a, a központba, e, megnézni tényleg itt a, az üzletek e, nem nyitva tartásának e, hatásait, tehát, hogy mennyire csökkönt, csökkent mondjuk a gyalogos forgalom, és az mennyire észrevehető. Úgyhogy köszönöm mindenkinek, aki megnézte a videómat, és hát még egyszer utoljára mondom, mindenki vigyázzon magára, és természetesen másra is, főleg a saját hozzátartozóira, és hogyha nem szükséges, ne menjetek el otthonról. Sziasztok!